Mát, eljött az alkalom, hogy kipróbáljam Ovdent. Már mutattam, hát olyan 2 métert tettem bele, szerintem. Úgyhogy itt most az a helyzet, hogy vannak ilyen elszáradt keszek saláta, vagy nem tudom mi ez. Bodza. Mi egymás. A kertet azt tavasszal én vágtam le. Tele volt megyha, gyökérsarja, és azóta én már egyszer ezt lekaszáltam, de azt meg is mutattam egy videóban. A gond az, hogy a fa, amit levagdostam, az még mindig itt van. Úgyhogy és háromágú késsel vágtam le a múltkor, de akkor lementem amennyire tudtam, de állandóan elkapta ezeket a fákat. Azért hoztam a biztonság kedvéért 3 ágú kést is, mert ha nem megy ezzel, akkor majd megy azzal. Minden esetre úgy gondolom, hogy pont megfelelő terep kipróbálni a bóklent. Na hát akkor lássuk. Amúgy ez a csalán menne ez, akár Damillan is, meg még ezek a zsenge, meg a csöppenték, de itt a fa, ami fel van már vágva fűzre valónak, az a gond, az a probléma. Na meglátjuk, beindítom az éjtegetet. Na, nem akar beindulni. Na, ilyet sem csinált még. Thank you.
kiszívta magát, tehát azt nem tudom, mikor küzdöm, mint az állva. Ez is, mint a fene. Brutálisan jól vág, de hopik is nagyon. Ezt egy
Nem jön ki. Hát lényegében még semmennyit se vágtam vele. Kopik, mint a fene. Szerintem egy jó minőségű damil. Ettől többet tud. Éreztem én, hogy sír a kasza, hogy könnyen pörög. Azt hittem leszakadt az egyik szára, de nem. Egyszerűen elkopott. Hát, hogyha hozzácsapnám a földhöz, akkor menne utána, de hát ez így sokat nem ér. Visszaszerelek a három ágú késre. Hát damil, vagy mint damil. A bovden az nem igazán jött be. Azért többet vártam tőle. Tehát úgy gondoltam, hogy azért minimum versenyben legyen egy jó minőségű damilla. De hát ez gyenge így.